Köszöntöm a körzeti televízió minden kedves nézőjét. Glázer Bálint vagyok, a mai adás műsorvezetője. A következő percekben híradónkban az elmúlt hét eseményeiről tudósítunk. Híreink következnek. Látványt árnyírt Esztergomban a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Múzeumában. A megnyitó ünnepségen bevezetőt Pranter Ivett Rita múzeumpedagógus mondott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Szeretettel üdvözöljük Önöket ezen a múzeumunk életében örömteli eseményen, látványtárunk létrejöttének záró rendezvényén. Ezután a Balassa Múzeum igazgatója dr. Tari Edit szólt a megjelentekhez. Pályázatunk szlogenje: a múlt nem halt meg, hanem halt ránk. Babits szavainál mélyrehatóban kevesen fogalmazták meg, hogy létünk milyen mélyen gyökerezik az elődeink által megteremtett világban, az általuk létrehozott tárgyak között. Az ünnepségen részt vett dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is. A Nemzeti Múzeum számára egy gyönyörű ünnep ez a mai nap, ugyanis a mi nagyszerű küldetésünk az, hogy nem kell rettegni a virtuális világtól. Ugye, tehát egy ilyen látványtár, amit most megjelenik, ugye beszélünk arról, hogy a modern technika hogyan fogja a hagyományos kultúra közvetítést tönkretenni, ugye, hogy a 3D, a virtualitás, a világhálón való repülés, az űrkorszak, a kultúrának, ugye, hogyan értékelni le a múlttal való hagyományos találkozást. Dr. Cseri Miklós helyettes államtitkár a tárca üdvözletét hozta el Esztergomba. Több emberi üzenetet hozok és üdvözletet hozok, hiszen az egyik a legfontosabb, hogy a szomszédházból vagy a szomszédvárból, hiszen néhány napja még én is a Szentendrei Skanzen főigazgatójaként járhattam ide, vagy dolgozhattunk együtt, és hát ez mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy átadjam ezt az üdvözletet. Üdvözletemet hozom a tárcától, hiszen ez egy olyan folyamat vetetőzése, ami jó néhány évvel ezelőtt indult, amikor elindítottuk ezt a látványtáros programot. Dr. Kancz Csaba kormány megbízott ünnepi beszédében az új kihívásokról is szólt. Az új technológiák, az új kihívások felé oda tud fordulni ez a szakma, már pedig ez megtörtént, akkor nem, hogy kevesebb látogató lesz a múzeumokban, hanem egészen biztosan többen lesznek. Két sajtóközleményt juttattak el a körzeti televízió szerkesztőségébe. Stendl Balázs ismét frakcióvezető lehet, azaz mennyit is érnek a Fidesz ígéretei valójában? Kérdezi sajtótájékoztatójában Zentai Plajner Zsolt, a Jobbik esztergomi szervezetének elnöke. Ezt belátva és ennek következményeit elfogadva, Medgyes Tamás kiszáll a közéletből, és a jelenlegi Fidesz frakció egyetlen tagja sem jelölteti magát újra a következő önkormányzati választáson, mondta György Róbert, a párt esztergomi szerzetének új elnöke 2013. szeptemberében. Ellentétben a nagy ígérgetésekkel a Fidesz újra ringba küldi Romanek Etelka kampányfőnökét, a jelenlegi Fidesz frakció vezetőjét, Stendl Balást. Tehát amennyiben a lista első két helyén álló jelölt, akik egyéniben is elindulnak, megnyerik a körzetüket, abban az esetben Stendl Balázs ismét a testület tagja lehet, akár ismét frakcióvezető. A Fidesz-KDNP visszautasítja a Jobbik esztergomi szerzetének alaptalan vádjait. A Fidesz-KDNP Esztergomban egyetlen egy egyéni körzetben sem indított olyan jelöltet az idei önkormányzati választásokon, aki tagja lett volna az előző képviselőtestületnek. Mind a 10 körzetben új, az elmúlt években a helyi politikában szerepet nem vállaló jelöltet állítottunk. Felhívnám továbbá a figyelmet arra, hogy az elmúlt két önkormányzati választás során, 2010-ben és 2006-ban egyaránt, egyetlen egy Fidesz-KDNP-s képviselő sem került be kompenzációs listáról, írta dr. Völner Pál, választókerületi elnök. Tétényi Éva, Esztergom, Kertváros és Pilisszentlélek független polgármester jelöltje
szeptember 8-án reggel a helyi választási irodán leadta az igényelt 248 darab aláíró ívet. A 248x8 aláírás éppen 1984 ajánlást jelent. Szeptember 13-án az esztergomi királyi vár koronatermében zászlóátadási ünnepséget rendeztek, ahol a Rácz megszállás alatt szenvedő délbánsági, Versec, a Fejértelep és Udvarszállás magyar közösségeinek ajándékoztak zászlót. A rendezvény védnöke és a zászlók átadója Schneider Tamás, az országgyűlés alelnöke volt. Ünnepi bevezetőt Mihly Miklós, a Deodatus Nemzeti Egylet elnöke mondott. Hölgyeim és uraim, tisztelt alelnök úr, kedves vendégeink, és továbbra is Krisztusban szeretett drága jó bajtársaim. Mi mindannyiunk, akik ma itt összejöttünk, a Tatai Deodatus Nemzeti Egylet zászló adományozási ünnepségén veszünk részt. Azért itt Esztergomban és nem Tatán, mert ezt a két város, Tatát és Esztergomot szétszakíthatatlanul és örök időkre összeköti Deodatus mester személye. Ezután Schneider Tamás, a Magyarországgyűlés alelnöke folytatta az ünnepi beszédek sorát. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai rendezvényen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy olyan magyarokat köszönhetek ma itt Esztergomban, az ősi falak között, akik a mai napig tartják magyarságukat, és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ez így történjen az elkövetkező évszázadokban is. Fontos határidőre figyelmeztet a kamara. A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara szeptember végéig levélben keresi meg a regisztrált vállalkozókat, amelyben jelzi számukra, hogy elmaradásuk lehet a kamarai közfeladatok ellátásához évente kötelező 5000 forintos hozzájárulás megfizetésében. A hozzájárulás pótlásának határideje október 15-e, ezt követően a jogszabályok szerint az elmaradást a NAV adók módjára behajtja. Múlt héten Esztergomban a Helisser József városi könyvtár vendége volt Rakoncai Gábor, óceánátkelő, világrekorder Kenus, akinek a napokban jelent meg az új könyve. Ugye azért vannak még ilyen néha, vagy most volt egy palackhajó, amin PET palackból összepakoltak, hogy átkeltek az Atlantin, vagy van egy francia testvérpáros, akik építettek fából egy 6 méteres katamaránt, és óra, GPS, szextáns, nem tudom én, iránytű, minden nélkül a Kanáritól átmentek a Karibra. Persze a csillagokat követték, meg az áramlatot, meg minden, de igaziból nem használtak semmi egyebet. Esztergomban a Tárlak szalonban nyílt meg Jankovics Marcell Kossuth Díjas grafikus művész kiállítása, amely tárlat, válogatás a 99 magyar népmese sorozatból. A kiállítást Sajnovics Péter festőművész nyitotta meg. Népmesék a magyar nép lelkének legértékesebb kincsei. Ez még így zárójelben megjegyzem, hozzátartoznak a népdalaink is, és a népművészetünk is. Ezek szerves egységet alkotva, tulajdonképpen egy és ugyanaz, egytőről fakad az egész. 2014. augusztusában eladták a 4 milliómodik Suzuki Swiftet, azt követően, hogy a Suzuki Motor Corporation a típust a világstratégiai modellként teremtette újra 2004-ben. A 4 millió szám eléréséhez 9 évre és 9 hónapra volt szükség. A Swift világstratégiai modellként történő gyártása és piaci bevezetése 2004. novemberében kezdődött Japánban. A rákövetkező évben Magyarországon, Indiában és Kínában is megindult a termelés és az értékesítés. 2010-ben a modell teljes körűen megújult, majd 2012. márciusában Tájföld is csatlakozott a gyártó országok sorához. Immár harmadik alkalommal rendezik meg az Európa szerte egyre népszerűbb testmozgást támogató eseménysorozatot, a Move Week-et. Ebben az évben 2014. szeptember 29-e és október 5-e között az Európai Unió által támogatott projekt célja, hogy 2014-ben 1 millió európai állampolgár mozogjon a Move Week sportrendezvényein. Számos sportszervezet, egyetem, iskola és lelkes önkéntesek segítségével az események ingyenes sportolási lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára.
Pár nappal ezelőtt városunkban, a középkori Esztergomban, a török korban, pontosabban Szulajmán szultán korában érezhette magát az, aki részt vett az idei Eszternapok rendezvényein. Láthattunk csatát és létrásostromot a Malombástyánál, majd szemtanúi lehettünk az Alsóvár elleni támadásnak. Következő képkockáink az esztergomi várnál készültek. Keresztény hajóboros, amiben háromszor edezős nevek voltak, hogy a személyzet nagyon komoly ekkor tüzes golyókkal léptek a keresztény állókba, és a keresztény állókban a megkezdődött a már adásidőnk végén köszönöm, hogy velünk tartottak. Friss híradóval jövő héten hétfőn jelentkezünk. Legyen szép hetük, viszontlátásra!